megújult a gyermekgyógyászati klinika gyermek- és ifjúságpszichiátriai osztálya, amely a Dél-Dunántúl egyetlen harmadik progresszivitási szintű központjaként látja el a régió gyermekpszichiátriai fekvőbetegeit és Baranya megye ambuláns ellátását is végzi. A beruházás során ambuláns helyiségek és orvosi szobák is helyet kaptak három szinten, közel 1000 négyzetméteren. Ebben az épületkomplexumban helyet kaptak az ambulanciák, illetve 25 ágyon fogunk ellátni gyermekpszichiátriai betegeket. Kialakításra kerültek olyan kórtermek is, ahol lehetőség van arra, hogy főleg pici gyerekeknél, autizmus kivizsgálásánál, hogy a szülők is jelen lehessenek, itt alhassanak a gyermekeik, itt külön fürdőszobát is kialakítottunk. Csoportszoba készült, ahol a művészetterápiás csoportokat, zeneterápiás csoportot, kreatív csoportokat tudjuk tartani, és egy terasz is kialakításra került a gyermekek számára. Az osztály több mint 100 millió forint értékű eszközbeszerzéssel is gazdagodik, a legmodernebb feltételeket biztosítva az ellátásra. A klinika másik kiemelt beruházása a gyermek sürgősségi és baleseti ellátás fejlesztése. Új, korszerű műtőblokk kerül kialakításra. Egy országos hálózatot építünk, és ennek a folyamánya az, hogy a két leginkább elmaradott területen a gyermek pszichiátria, mentálhigiéne, illetve a gyermek sürgősségi ellátást kimondottan és rendkívül határozottan támogatjuk, nem csak az európai alapokból, hanem a magyar kormány döntése alapján is. Én nagyon örülök, hogy a pécsi orvosképzés egy ilyen fejlesztési lépéssel tud előrelépni. Nagyon jó helyen valósul meg, hiszen a gyerekeken keresztül a családokat támogatja. Teljesen más körülmények között fognak dolgozni gyermek- és ifjúságpszichiátriai munkatársaink, és persze a traumatológiai és sürgősségi projekt is egy teljesen más ellátási körülményt teremt majd. A gyermektraumatológiai és sürgősségi ellátást érintő beruházás több mint 2500 négyzetméteren valósul meg. A Széchenyi 2020 pályázat keretében több mint 500 millió forintból az eszközparkot is modernizálják, biztosítva ezzel éves szinten 40 ezer gyermek magas szintű ellátását a klinikán.